Jelenleg ez most már a harmadik könyvem, amit most megírtam. Hát ez egy elég nehéz feladat volt, és nagyon érdekesen kezdődött is, mert 2017-ben még a Wosinski kötetemen dolgoztam, amikor egyszer kaptam Bátaszékről, mint kiderült, egy telefonhívást. Fiatal ember volt, és bejelentkezett, mondta, hogy én őt nem ismerem, de ő ismeri az első könyvemet, és Bátaszéken ő is helytörténettel foglalkozik, egy ottani pap életét kutatja, és Pesten járt fönt az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. Itt őrzik az összes múlt rendszeri kommunista aktákat. És az a kötet dosszié, amit ő kapott a saját kutatása céljából, abban volt néhány anyag Per Viktorra vonatkozóan. És annyira érdekesnek találta, hogy azt mondta nekem, hogy írjam meg Per Viktor életét. Per Viktort atrocitások érték a kommunista uradalom részéről, elő is készítették a letartóztatását. 1947-ben szexszádra helyezték. A szerző a helyi plébánián ismerkedett meg vele minisztránsként. Később Grábócra helyezték át. Élénken emlékszem azokra a körmenetekre, és választási gyűlésekre, ahol ő beszédet mondott itt Szekszárdon. És hát a szüleim is nagyon nagyra tartották. Sokszor családi beszélgetésben sokszor felmerült a neve. És én rögtön igent is mondtam rá. És 2010 nyarára befejeztem a könyvem, és egy kis pihenő után el is kezdtem mindjárt őt kutatni. De hát nem volt ez olyan könnyű feladat. Egyrészt nagyon sok rétű tevékenységet végzett élete során, és ő egy keresztény szociális érzelmű pap politikus volt. És ebből kifolyólag, főleg Pécsen, ahol ő mintegy 30 évet töltött el, a kommunisták keresztüzébe került, mert országgyűlési képviselőként ő nagyon korán felfigyelt arra, hogy micsoda atrocitásokat követel a kommunista párt a hatalom megszerzése érdekében. És ezeket részben rájuk olvasta, és nagyon kemény beszédekben támadta őket, és természetesen viszonttámadásként is megvalósult. 1947-ben őt a pécsi püspök Szekszárddal helyezte. Ide már úgy jött, hogy nem fog politizálni, de még amíg képviselő volt, 47 őszéig, addig politizált itt is. De utána már nem politizált, de ugyanakkor úgy felpörgette az egyházi életet Szekszárdon. Jól emlékszem rá, hogy olyan körmenetek voltak, hogy a körmenet eleje a vármegye háza előtt volt, mikor az utolsó ember a templomból kilépett. Ez úgy megmaradt bennem ez a kép, amit az ember nem felejt el sohasem. És a vasárnapi szentmisék is annyira tele voltak, hogy a padok mellett tömegek álltak még. Nem volt elég ülőhely. És hát ugye itt is tovább ment a támadás ellene, egészen 53-ig, amikor azt mondták, hogy ezt a pakot innen el kell vinni Szekszárdról, mert amíg ez itt van, addig nem tudjuk a kommunista pártot megszervezni. Grábócon kellett plébániát betöltenie. Le akarták mondatni a szekszárdi plébániáról, de ő arról nem volt hajlandó. Úgyhogy haláláig gyakorlatilag a szekszárdi plébánián csak helyettesek voltak, nem voltak kinevezett plébánosok. És hát itt azt lehet mondani, egy spártai szegénységben élt. Mindennapi anyagi gondjai voltak, úgyhogy végén az egyházmegyétől kért támogatást, és akkor miután ő szekszárdi plébános volt, ezért a szekszárdi plébániának a püspök elrendelte, hogy anyagilag támogassák. Ezzel aztán azért valamennyire szinten tudta magát tartani. De rendkívül nehéz körülmények között volt itt ebbe a kis faluban. És 64-re, addigra
azért annyira megenyhült a kommunista szigor, ráadásul már ő is beteg volt, már abba hagyták a megfigyelését, mondván, hogy már nem veszélyes a népi demokrácia számára. És megengedték, hogy Bonyhádon a megölült plébániát elvállalhassa. Ez 64 decemberében volt, karácsony előtt, nagy hidegek voltak, és a költözés során megfázott, és kétoldali tüdőgyulladást kapott, melyben a két ünnep között meg is halt. Tehát egy ilyen tragikus módon ért véget szegénynek az élete. A szerző elmondta, a karácsonyi időszak megfelelő alkalom a könyve bemutatására.